Köszönjük a Debreciner podcastjának hallgatóit. Könnyű Helle aktivista a vendégünk, aki számos civil kezdeményezésben vett már részt fiatalkora ellenére. Több párt közelében is megfordult már, az elmúlt évek debreceni tüntetéseinek egyik legaktívabb szervezője volt, az egyik alapítója a Mi vagyunk Debrecen nevű politikai projektnek, jelenleg pedig a Civis Colors vezetője, ami egy LMBTQ embereket tömörítő csoport. Az elkövetkezendő egy órában vele fogunk beszélgetni. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Debrecenben az Alternatív Közösségek Egyesületének stúdiójában, itt ül mellettem és a kérdezésben segítségemre lesz Budai Péter, a Debreciner újságírója. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én pedig Nikos Mónika vagyok, a Debreciner újságírója. Ez a Debreciner hetedik podcast adása. A folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Van Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, vizesenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. Sziasztok! Az első kérdésünk már a megszokottakhoz híven, hogy mi foglalkoztat téged mostanában? Hát ez a mostanában egészen pontosan a mai napot és az elmúlt pár napot írja le. A civiliskoló az a péntekre tervezünk egy feminizmusról szóló vitát, és ennek ma került ki az eseménye. Úgyhogy a mai nap folyamata az az volt, hogy rengeteg borítókép tervet néztünk meg, hogy hogyan kellene elhelyezni rajta az ábrákat, mi lenne rajta a jó szöveg, és az, hogy hogyan kellene ezt a közösségi médiában menedzselni. Ez volt a mai napunk. Nagyszerű. Erről még a későbbiekben vissza fogunk uh, térni. De kezdjük az elején, úgymond a pályafutásodnak. Miért, kezd, miért kezdett el érdekelni téged a politika? 2018-ban még középiskolás éveiben döntöttél úgy, hogy közéleti szerepet válasz, és a jobbi kifűsági tagozatának a berkein belül uh, tetted ezt. Miért tartott, tartottad fontosnak, hogy beleszólj a közéletbe, a közügyekbe? Hú, hát uh, ezt még 2018-tól vissza tudom egy kicsit vezetni, 2017 elejére. Nekem talán az volt a középiskolában, akkor még a Fazekas Mihály gimnáziumban jártam, az első olyan élményem, a, osztályfőnökömmel és az osztályom kapcsán, ahol egy relatíven nagy igazságtalanság élt engem, és egyértelmű volt nekem abban a helyzetben, hogy ki kell állnom a saját magam érdekeiért, és ez egy olyan mély nyomot hagyott bennem, vagy egy olyan, olyan hatást gyakorolt rám, hogy onnastól kezdve azt íröztem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell, mert hogy az, hogy én ezt meg tudtam csinálni, vagy hogy én kiálltam magam mellett, ez nem biztos, hogy bármi mindenki más is bár ki más meg tudja tenni. Ezt követően uh, kezdtem el inkább, hogy mondjam, inkább online aktivizmussal, de hát ez még aktivizmusnak nem annyira nevezhető, Facebook kommentelgetéssel foglalkozni, meg elkezdtem nagyon sok hírt olvasni, tájékozódni, így a magyarországi, meg a globális politikáról. És 2017 decemberében keresett meg Keresztesi Gergő, akkor ugye még a Jobbik ifjú volt a Debreceni vezetője, édesanyámon keresztül egyébként, hogy érdekelne engem az ilyen politikai, ifjúsági tagozata a Jobbiknak, és leültünk beszélgetni, és nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és nekem ez volt az első olyan élményem, hogy én élő emberekkel beszélgetek a politikáról, a közéletről, és hogy nagyon-nagyon feltüzelt a dolog. És akkor számomra a többi debreceni párt nem igazán volt megközelíthető, egyáltalán nem tűntek megközelíthetőnek. Nyilván nem is igazán kerestem azt, hogy én milyen párthoz meg hogyan tudnék csatlakozni, és azáltal, hogy a jobbik megkeresett ilyen proaktívan, így kötöttem ki náluk. Öhm, annak ellenére is, hogy egyébként már akkor is az alapvető értékeim azok nem feltétlenül egyeztek a jobbikével és a 18-as tünteti és során megismertem ugye nagyon-nagyon sok embert, és akkor kitárult előttem az ebreceni közéletnek a képe, és akkor rájöttem, hogy az én értékeimnek sokkal inkább megfelelne mondjuk a Momentum, vagy akár az LMP, és végül a Momentum mellett döntöttem. És Azt egyébként szerintem... a barátod, családod, tanárok egyébként hogy reagáltak erre? A családom csele, ők, anyukám ő nagyon támogató volt, édesapám egy kicsit kevésbé, neki nem is igazán újságoltam a dolgokat, csak a tüntetés utáni következő pár napban a munkatársaitól tudta meg igazából, hogy mi is történt, meg hogy az, az nem a te lányod volt, és mondta, hogy ó, de. Szóval számára ez meg, meglepő volt. Az akkori párom, ő egyáltalán nem támogatta ezeket a dolgokat. Vele egyébként a tüntetést megelőzően már külön is mentünk. És a tanáraim pedig, ugye említettem, hogy, akkor, a fazekast azt ott hagytam, és a Csokonai Vitéz Mihályban tanultam tovább. Ott volt egy-két olyan tanárom, akik egyébként nagyon jó emlék, vagy nagyon jó emlékként maradt meg bennem, hogy félre, félre a könyvtárban, hogy fúj, hogy nagyon-nagyon tetszik neki, amit csinálok, és mondjam, hogy mivel tud segíteni, mivel tud támogatni, és ez nagyon-nagyon jó esett. Sőt, azt hiszem, ő talán mondta is a tüntetést követően, hogy jó, hát képzeljem el, pont arra biciklizett akkor, és ő hallotta, hogy én beszélek, és annyira büszke volt rám, mert hogy olyan ügyesen beszéltem, és tehát ők azért ilyen csendben, de támogatóan álltak ehhez az egészhez. Akkor alapvetően ez egy pozitív dolog, és ugye elérkeztünk 2018-hoz, és itt mit csináltál a 2018-as kampányban, illetve a Fidesz újabb harmados győzelme hogyan érintett akkor téged? Hát én ebben a kampányban ugye annyira aktívan nem vettem részt, ennek legfőképp az volt az oka, hogy februárban volt egy balesetem, amikor megsérült a térdem, és uh, gipsben meg uh, ilyen járógépben töltöttem gyakorlatilag a következő pár hónapomat, úgyhogy mondjuk a nagyon aktív részében nem tudtam részt venni a kampánynak, és uh, a választás estét a jobbikosokkal töltöttem, de hát amikor már így kezdett eléggé egyértelmű lenni a nagyon csúfos vereség, akkor, akkor hazamentem, és uh, utána még nagyon sokáig fent voltam, és valahol ilyen hajnal egy és kettő óra magasságában fogalmazódott bennem meg az, hogy hát itt tüntetni kell, itt, mm. itt tüntetést kell csinálni, nem tudom egyébként, hogy honnan jött ez a gondolat, mert soha életemben nem voltam még tüntetésen előtte, és nem szerveztem tüntetést, és nem csináltam ilyeneket, és uh, hétfőn hétfőn kiraktunk egy Facebook eseményt, ami után szerdán, valahogy azokban a napokban megkeresett Rúcz Tamás, hogy na hát ők is akarnak tüntetést szervezni, és szervezzük együtt. Aztán szerdán, szerdán eljöttem egy el életemben először ide az, aké, ide az akéba, a Barosra, egy komment szekcióra. És hirtelen nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon sok információ és nagyon sok ember így rám hogy nagyon elképesztően fárasztó volt ez az követő két hét. De maga a választási vereség talán engem. Nem mondom azt, hogy nem érintett rosszul, mert nyilvánvalóan rosszul érintett, de mivel nem, akkor még nem a legelső sorokban vettem részt a kampányban és az aktivizmusban, ezért úgy gondolom, hogy úgy érintett, mint egy átlagos ellenzéki szavazót, nem úgy, mint egy ellenzéki aktivistát vagy ellenzéki politikust a választások után ugye egy több tüntetésnek a szervezője volt el itt Debrecenben. Ebből a szervezetből, vagy ebből a tüntetésekből alakult ki a Mi vagyunk Debrecen nevű szervezet. Miért távolodtál el a Jobbiktól, és hogyan értékeled a Mi vagyunk Debrecen munkáját? A Jobbiktól elsősorban azért távolodtam el, mint ahogy azt már az előbb említettem, hogy ellenkeztek az alapvető értékeink. Én egy igencsak liberális nevelést és igencsak liberális szellemben nőhettem fel otthon ennek, azért eléggé oszlopos része volt ez, hogy édesanyám a Nagy Sándor általános iskolában volt szociálpedagógus egy bő tíz évig, azért én oda rengeteget jártam hozzá, rengeteg programon részt vettem, ez ezért uh, úgy gondolom, hogy viszonylag fiatalon kifejlődött egy jó szociális érzékenységem és a jobbig van nem tudom még mindig megmagyarázni azt, hogy ez miért, az elején én ezt miért nem éreztem, miért nem láttam. Talán az, hogy akkor nem, mikor bekerültem, akkor ezek a témák, például a romák kérdése, vagy a melegek kérdése nem annyira volt ö, napirenden, viszont azért volt egy pár olyan alkalom, inkább ilyen informális beszélgetések, ahol elhangzottak mondjuk viccek, amik egy darabig viccesek, aztán amikor rájön az ember, hogy ők nem viccből mondták, akkor az egy kicsit kellemetlenül érintett. És, és igen, egyrészt ez is segített az eltávolodásban, meg ahogy mondtam, hogy új lehetőségek, új lehetőségek nyíltak előttem, nagyon-nagyon sok új embert ismertem meg a tüntetés szervezésével. Ami Mi vagyunk Debrecen az egy informális csoport, egy informális szervezet per projekt, talán ez a legjobb szóra, amit az előbb az elején használtatok. A következő, ugye az önkormányzati választásokig viszonylag aktívan működtünk, viszont az elmúlt időszakban sem Tominak, sem nekem nem ez volt feltétlenül a prioritásunk. Ettől függetlenül tervben van valamilyen szinten a felélesztés ennek a szervezetnek. Szerintem a legnagyobb érdeme, ami vagyunk Debrecennek, meg ennek a tüntetés sorozatnak az ellenzéki pártok összehozása volt itt Debrecenben, az, hogy tudtunk egy olyan platformat teremteni, amikor még az ellenzéki összefogás nem volt annyira nyíltan, nyilvánosan felvállalható, mint most, hogy az elmúlt években lett, ami teret adott arra, hogy megszólaljon egy tüntetésen egy jobbikos, egy dk egy momentumos, vagy akár civil felszólalók, mint mondjuk a szakszervezetek től, amikor jöttek, meghívottak, és az, hogy ez egy ilyen platforma tudott nyújtani, szerintem egy jó változást indított el Debrecenben. Amire nagyon büszkék vagyunk, szerintem. Az egyrészt ugye a rabszolgatüntetések, amik itt voltak Debrecenben, rengeteg embert megmozgattak, és igazán dinamikus tüntetések voltak. A másik pedig az, hogy pont ez a lehetőségteremtés, Szabó Bence, most már önkormányzati Momentumos képviselő, szerintem a mi tüntetéseinken beszélt legelőször, és konkrétan a rabszolgatörvény rabszolga elleni tüntetésen szólalt fel először Bence, és utána nekünk is nagyon szimpatikus voltam, amit ő képviselt, szóval próbáltunk minél több alkalmat teremteni számára, hogy tudjon nevet szerezni magának a magyar és az életben. És ugye pont említetted is, ugye a rabszolgatörvény volt, ami ellen, vagy az egyik olyan nagy dolog volt, amiben a Mi vagyunk Debrecen szerepet játszott, hogy a rabszolgatörvény néven elhírvesült munkatörvény módosítással szembeni tüntetéseknek. Az egyik fő szervezője Debrecenben, vagy a főszervezője mondhatjuk azt, hogy a mi vagyunk Debrecen volt. Minek tulajdonítod be az, hogy ezek a tüntetések viszonylag hamar elhaltak, és érdemi változást nem sikerült elérni? Hú, hát ez lehet, hogy egy megosztó vélemény lesz. szerintem a töréspont az a budapesti tüntetésen a TV székház volt, amikor hazaküldték a tömeget. Tehát Debrec vagy hát nem, hazaküldték és csitították a tömeget. Uh, nyilván látni kell azt, hogy egy fővárosi tüntetés, meg egy debreceni tüntetés soha nem lesz ugyanakkor a volumenű, soha nem lesz ugyanakkor a energiájú, de mivel fent a fővárosban ugye úgy indultak a tüntetések, hogy szervezetlenül rengeteg emberként volt, előkerült a könygáz, tehát hogy azok egy nagyon-nagyon, uh, hogy mondjam, ja, egy dinamikus és energiateljes tüntetések voltak, ez lesz Iváros volt és ez szerintem azért halt el, vagy azért halhatott el, mert a, a pártok egy kicsit rátelepettek az ügyre, és átment az egész abba, hogy nekik ez egy platform, platform legyen, platform legyen. Szóval, hogy számunkra ez egy platform legyen, és amikor a tévészékhez hoz a mínusz, nem tudom, 10 fogba, oda ment több ezer ember. És az lett a vége, hogy bement a négyen, négy-öt országgyűlési képviselő azt, akik hazakülték az embereket ezek után. Szerintem ez egy akkora csalódás volt a, az emberek számára, hogy nem is akartak utána tovább ezzel foglalkozni, akik ezután tovább akartak az ügyel, ügyel foglalkozni, azok az ellenzéki pártok, és az ellenzéki pártok támogatói és szavazói voltak az én véleményem szerint. Ugye a szakszervezeteket eléggé kiszorították az egészből, és nyilván egy pártképviselője sokkal lendületesebb beszédet tud mondani, mint egy szakszervezet vezető de szerintem ez, ez volt annak az egész tüntetés sorozatnak a halála. És egyébként mit is még nagyon fiatal voltál, ugye 19 éves, hogy mennyire tudott téged közvetlenül érinteni itt a munkavállalói jogok kérdése? Uh, alapvetőleg akkor uh, nekem a oh, munkatapasztalatom, az egy uh, debreceni SSC-ből származott, és uh, akkor egyébként már nem dolgoztam ott, viszont így volt már tapasztalatom arról, hogy mondjuk egy munkált, vagy a munkáltató, és akár inkább a multinacionális cégek hogyan tudnak uh, hogyan tudják kizsákmányolni a munkásokat, ezért uh, addig nem már nyilván volt valamennyi rálátásom erre, inkább uh, úgy tudtam kapcsolódni a dologhoz, hogy rengeteget olvastam, rengeteget olvastam a, a tüntetéssorozatokról arról, hogy ki mit nyilatkozott a, a szakszervezetek nyilatkozatait, és így uh, ez az irány kezdett el egyébként terelni elsősorban a Hát kicsit így az osztályelmélet, munkás jogok irányába is, és ez volt az elsődleges kapcsolódási pont. Meg nyilván az, hogy az egy olyan pillanatnak tűnt számomra, visszatekintve is olyan pillanat volt, amikor egy kicsit megrecsent az emberekben valami, ez volt az, ahol szerintem lehetett volna érdemi változást elérni, hogyha nem történik az, amit az előzőekben már elmondtam. Igen, és itt a tüntetések idején egyébként már te várandós is voltál. De az anyává válás az hogyan befolyásolta a közélettel kapcsolatos terveidet? Egy igen érdekes dolog volt. Ez az elején volt bennem nyilván ambivalencia ennek kapcsán, mert próbáltam minél inkább mondjam, benne maradni ebben az egészben, akár csak szellemi szinten, hogy a mosható pelenkák mellett nyilván naponta végigolvastam a 444 HVG, akkor még Index Szent Hármasát, hogy mindig mindenről tudjak. Ezért ez egy relatíve stresszes uh, időszak volt számomra. Nyilván amennyire egyébként a anyáknak a gyermek első egy éve alapvetően is stresszes. Én ezt egy kicsit megdupláztam uh, a, uh, a közéleti dolgokkal, meg azzal, hogy elkezdtem egy egyetemet, és uh, ez, hogy mondjam, így már most utólag visszatekintve borzalmasan túlvállaltam magamat abban az időszakban, viszont tanultam abból, hogy hogyan kell jobban beosztani, beosztani, az időt, és hogy nem kell mindig mindenben ott lennem. Igen, egyébként a következő kérdésünk is ezzel kapcsolatos, picit már meg is válaszoltad, hogy egyszerre vagy anyuka, egyetemista, aktivista, tehát egy picit mindenről is Foglalkozol, és hogyan tudod ezeket így összeegyeztetni, hogyha egyáltalán össze lehet ezt a sok-sok tevékenységet egyeztetni? Nekem egyébként a koronavírus ebből a szempontból ö, tök jót tett, mert... Ö, abban a fél évben szerettem volna megkérni egy egyéni tanrendet, ami ugye mentesít az aló, hogy csak három hiányzásom lehessen a gyakorlati uh -huh. órákról, és nem kaptam meg. Ezért uh, akkor tudom, hogy nagyon-nagyon stresszes volt én, és nem tudtam, hogy úristen, hogy fogom megoldani ezt az egészet, hogy fogok bejárni órákra. Majd aztán jött a koronavírus, és a lezárás, és az online oktatás. Ezért nekem a gyakorlatilag három egyetemi fél évnyi online oktatás abban nagyon sokat segített, hogy rengeteg időt nyertem velem. Rengeteg, uh, igen, tehát rengeteg időspóroltam spóroltam meg azon, hogy mondjuk nem kell bemenni az egyetemre, nem kellett uh, Olivernek felügyeletet találnom, mert hogy tudtam úgy részt venni az órán, hogy ott van mellettem. Tehát az sokat segített, ugyanígy ugye az aktivizmus kapcsán is rengeteg minden átkerült az online térbe. Amikor elkezdődött a koronavírus, akkor én az Amnesty környékén voltam sokat, ugye az ahhoz köthető, viszonylag szerintem az egy a másik legaktívabb időszak amit az Amnesty-vel csináltam, és sajnos nekem ezek az online események nagyon-nagyon nem. Jöttek be. Nyilván valószínűleg sok mindenki más is érzi ezt. Nekem az volt a benyomásom, vagy én úgy éltem meg ezt a sok-sok online eseményt hogy kiveszi ugyanazt az emberből, amit egy rendes szociális interakció, viszont nem tölti vissza. És ez hosszú távon uh, nyilván nagyon-nagyon fárasztó tudott lenni, és nem láttam, a, nem láttam az utat abban, hogy hogyan tudnám ezt tovább csinálni. Ennek részese volt az is, hogy a Debrecenben az Amnesty kapcsán gyakorlatilag szinte egyedül voltam, nem igazán sikerült uh, tagokat toboroznom magam köré. Akik meg, akik meg igen, azok pedig külföldi diákok voltak, és úgy nagyon-nagyon nehéz lett volna összeegyeztetni a külföldi diákokkal, a magyar közügyekkel való foglalkozás, bár egyébként tök lelkesek voltak, csak nehéz volt összeegyeztetni. És pontosan hogyan kerültél az Amnesty-vel kapcsolatban? 2018. decemberében keresett meg, sőt novemberében Molnár Ági az Ake kapcsán, hogy szeretnék ki terjeszt, szeretnék kiterjeszteni az Amnestia levélíró kampányát az egész országba, és hogy az Akét találták meg Debreceni partnerként, vagy hát az Akéval szeretnének együtt dolgozni ebben, és Ági kért meg, hogyha, hogyha van kedvem meg energiámra, akkor, akkor segítsek ennek a megszervezésében, és így az első Debreceni levélíró maratont, azt már az amnestivel meg így az akéval közösen szerveztük, és akkor nagyon megtetszett így az, amit az Amnesty képvisel, az, ahogyan csinálja, ami, ami nyilván az is benne volt, hogy amennyi forrásuk van a dolgok, dolgokra, és így kerültem igazából az Amnesty közelébe. Uh -huh. Az amnesty tartozó Freedom Club Debreceni szervezője is, vagy milyen emberjogi problémákkal szembesültek Debrecenben? Uh, hát mondanám azt, hogy nem vagyok igazából a szervezője. Most már, mert hogy nem ez nem egy létező, nem egy élő szervezet. Az utolsó Amnesty Freedom Club Debrecen eseményünk, um, ami ténylegesen a Freedom Club alatt futott, az szerintem um, vagy egy emberi jogi óra volt, vagy pedig egy beszélgetés, ahol beszélgettünk Antoni Ritával és Széldettivel arról, hogy a nők milyen szerepet vállalnak a politikában, meg hogy miért nem vállalnak szerepet a politikában. Ú, így hát nem igazán létezik most már ez a szervezet a jelenlegi formájában. Debrecenben kifejezetten nem fókuszáltunk lokális ügyekre. Mi elsősorban az országos és a nemzetközi stratégiát követtük az Amnestinél. Ugye ez az Amnestin belül úgy működik, hogy általában két évente választják meg azokat a stratégiai pontokat, amikkel foglalkozni szeretnének, és mi ezekhez kötődve szerveztünk eseményeket és rendezvényeket. És milyen események voltak itt főleg konkrétan? Főleg konkrétan. <laughs> szóval a, azt hiszem, most próbálok így egy idővonalat összerakni a fejemben. Ugye volt a maraton, amit már a koráb, amit korábban említettem. Utána csináltunk egy beszélgetést. Általában ilyen beszélgetős rendezvények voltak, meg volt egy pár tüntetés is. Volt egy beszélgetős eseményünk, utána a következő az egy igazán minire sikerült tüntetés volt abban az év november, 2019 novemberében, amikor Eldrogan Magyarországra látogatott és ezt követően uh, volt egy beszélgetésünk a nők ellen elkövetett erőszakról, ez 2020. januárjában volt, akkor ott hirtelen nagyon megugrottak azoknak a híreknek a száma, amikor nők ellen családon belül követtek el erőszakot, ott az, az, inspirálta, akkor beszélgettünk uh, Spronz Júliával és Kisedinával, egy debreceni uh, szociológus arról, hogy uh, hogyan, mi, mi ennek az egésznek a története, és hogy hogyan tudunk áldozatokat segíteni ebben. Utána, még mielőtt a koronavírus lezárások történtek, volt egy nő napi eseményünk, az is főleg egy beszélgetés volt, akkor Jakab Ruzsinával azt ketten együtt szerveztük, és ketten együtt vittük a programot. Utána jött a koronavírus lezárás, nyáron volt, igen, amit a korábban említettem, egy emberi jogi óra, ugye az Amnesty... Az Amnestynek van egy emberi jogi oktatási programja, ahol főleg nem formális módon tanítanak az emberi jogokról és az emberi jogokhoz kapcsolódó fogalmakról, és ezt követően volt a, a beszélgetés arról, hogy a nők miért nem vesznek részt a politikában Antoni Ritával és Szia Bernadettel, és azt hiszem, hogy ez volt az utolsó ilyen igazán Freedom Club színeiben készített eseményünk. Ugye a nyári LMBTQ törvény, vagy hát gyermekvédelmi törvény szigorúan idéző jelben, tüntetésében is segített egyébként az Amnesty, de azt már nem kifejezetten a Freedom Clubként hirdettük meg. Az, az volt, hogy ők inkább egy platformot szerettek volna nyújtani nekünk arra, hogy hogyan szervező, vagy amint meg tudunk szervezni egy tüntetést. Erről még a későbbiekben még vissza fogunk térni. Még egy kérdés lenne az emberi jogok kapcsán. Hogyan látod az egységben Magyarországért nevű néven induló ellenzéki összefogás érdemben foglalkozik-e emberjogi kérdésekkel? Mit vársz a választási kampánytól? Hát ö, <laughs> nem, nem mondom azt, hogy nem foglalkozik érdemben az emberi jogokkal, de hát nyilván nem ez az elsődleges dolog, amiben, amivel egy kampányban meg lehet szólítani az embereket. Egyrészt, másrészt pedig az emberi jogok kapcsán vannak valószínűleg olyan témakörök, amik az ellenzéken belül is igencsak megosztóak lehetnek. Ilyen lehet például akár a menedékjog, a migránsokhoz köthető jogok, az LMBTQ jogokhoz köthető, köthető passzusok, ezért azt gondolom, hogy ez nem fog, fókuszba, nem fog fókuszba, kerülni az ellenzéken belül, meg hát nyilván benne van az, hogy egy viszonylag jobboldali konzervatív miniszterelnök jelöltnek nem ez lesz a, a fókusza a kampányban, és nem ezzel akarnak majd embereket megfogni. És továbbra is könnyű hella aktivistával beszélgetünk, Budai Péter a Debreciner újságírójának társaságában. Ez a Debreciner hetedik podcast adása. A folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, fizessenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. És közben már fel is villantottad egy picit a következő kérdésünket is, hogy jelenleg ugye a Civis Colors szervezet vezetője vagy, ami egy LMBTQ közösség. Miért gondoltad fontosnak, hogy ezzel a közösséggel kezdjél dolgozni, és el tudnád mondani, hogy hogyan indult ez a folyamat, hogyan, hogyan kezdtél ehhez csatlakozni, illetve hogy jelenleg miben foglalkoztok? Persze. Uh... Az elején igazából két kis picike javítást szeretnék a kérdésben eszközölni. Az egyik az, hogy én nem tartom magam kifejezetten az egyesület vagy szervezet vezetőjének, inkább szeretem a közösség szervezője ö, titulust. Elsősorban azért, mert nem vagyok döntéshozói szerepben. A döntés, döntések és az indítványozások az első, azok százszerzelékben a tagoktól erednek. Az én szerepem igazából azt, hogy seg, az, hogy segítsek nekik kereteket nyújtani, és átadjam a tudásomat, hogy hogy Lehetne ezt a legjobban létrehozni. Nyilván az elején vezetője és közösség szervezője voltam, viszont így már most, uh, lassaskán 9 hónap után, uh, egészen önállóan hozzák meg ezeket a döntéseket. A másik javítás, vagy hát nem javítás, hanem személyes preferencia, az az LMBTQIA plusz uh, betűszó helyett a queer szó használata. Én igyekszem ezt a szót használni, mert uh, ebben állapodtunk meg a csoporttal. Elsősorban azért, mert uh, úgy láttuk, hogy egyrészt az LMBTQIA plusz uh, betűket mindegyiket megjegyezni, hogy melyik mihez kötődik, és mindig, hogy attól függően, hogy ki hogyan szemléli a közösséget, milyen betűket használ, ez elég... Uh, konfliktus keltő, meg összezavaró tud lenni. Másrészt pedig egy kicsit megosztja is egyben a közösséget. Azáltal, hogy egy egységes szóval hivatkozunk önmagunkra, nincsenek meg azok az éles határok, hogy akkor én most leszbikus vagyok, vagy biszexuális, vagy transznemű, ez inkább az egységet szolgálja ennek a szónak a használata. A, kérdés, a kérdésre a tényleges válasz pedig uh, alapvetőleg az, hogy engem a, a melegjogok és a melegek uh, és az LMBTQ k közösségesi egyenlősége gyakorlatilag szinte az egyik legelső téma volt, ami megfogott uh, így az egész életemben. Ez kifejezetten amúgy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányhoz tudom kötni, amikor ugye Trumpnak az csak homofób uh, eszmi felszínre kerültek. Talán az volt az az első pont, amikor így érdekelni, a, elkezdtek érdekelni az LMBTQ jogok, és utána, amikor ö, a 33-as törvényjavaslat néven elhíresült salátatörvényt törvényt benyújtották és elfogadták, már akkor is ö, felemeltem a szalmat, és kiálltam, ezzel, ez ellen, nyilván ez a transz emberek jogait elképesztő mértékben sérti, és a mai napig szenvedik a következményeit. Ö, és amikor ez a gyermekvédelmi törvény bejött, és utána el is fogadták, nyilván úgy, hogy a, hogy a Jobbik is megszavazta ezt a törvényt, az egy olyan pillanat volt, megint csak számomra, hogy na hát igen, itt tüntetést kell csinálni, főleg főképpen azért, mert ez a gyerekeket meg a mostani fiatalokat nagyon érdeklő téma, és nagyon érintő téma, nyilván annak köszönhetően, hogy sokkal szélesebb hozzáférésük van az internethez, mint mondjuk akár csak tíz évvel ezelőtti tinédzsereknek lett volna. Magát a tüntetést hát szintén körülbelül egy hét alatt raktuk össze, vagy raktam össze. Az első két nap amúgy azzal telt, hogy csináltunk egy, csináltam egy igényfelmérő formát, mert úgy voltam vele, hogy hát nem jelentkezik legalább száz ember, hogy érdekli a tüntetés, nem az, hogy segít, hogy érdekli, akkor én nem csinálok semmit. De most két nap múlva körülbelül 300 visszajelzésnél és 50 segítőnél járt ez a Google Form, úgyhogy muszáj volt valamit csinálni megszerveztünk szombatra egy ilyen tüntetést előkészítő is találkozót pont itt a Barosson, ahol transzparenseket festettünk, beszélgettünk, és akkor is már nagyon sokan eljöttek, nagyon sok uh, gimis volt itt, akiket ez érdekelt ez a téma, és másnap a tüntetésen, ugye én eredetileg amúgy nem terveztem beszédet mondani, de miután uh, előző nap itt a Barosson történt egy kis incidens, ami mindenféle uh, degradáló szavakat használt, nagyon-nagyon. Uh, felidegesített a dolog, úgyhogy én is írtam egy beszédet, amit ugye más a tüntetésen el is mondtam. És egyébként ez depresszeni viszonylatban én egy több sikeres tüntetésként ítélem meg, mert egy gyakorlatilag szerdán vagy csütörtökön meghirdetett tüntetésre több mint száz ember kijött, és a legsikeresebb aspektusa ennek az egésznek, hogy olyan száz ember, akiket eddig egyáltalán nem láttuk semmilyen tüntetésen és semmilyen közéleti rendezvényen, és ez pedig a 18-tól mondjuk 23 éves korig tartó korosztály. Ők egyébként már szombaton is, mikor itt voltunk, akkor hangzottak el olyan dolgok, hogy amúgy ők még soha nem érezték magukat ennyire biztonságban, mint itt, és hogy annyira önazonosnak érzik magukat ebben a biztonságos közegben, hogy, hogy szinte még nem is élték meg soha ezt az érzést. És akkor merült fel az igény annak, hogy ők rendszeresen szeretnének ilyen találkozókat. Így hát a tüntetést követően két hét múlva meg is volt a legelső találkozónk, és azóta minden egyes hét péntekén találkozunk itt a Baros utcán. Viszonylag nagy létszámban, nyilván változóan, de egy ilyen stabil tíz főpár találkozó az mindig jelen van. Picit meg is előlegeztem megint a következő kérdésünket. Én gondolatú mert, vagyok. Igen. Mert ugye beszélgetéseket szerveztek itt, hát mondhatjuk azt, hogy heti rendszerességgel nagyjából. És te hogyan látod egyébként, hogy milyen helyzetben vannak jelenleg a Debrecenben élő, akkor kvír közösséghez tartozó emberek? A debreceni queer közösség egyébként is egy relatíve konfliktusos kérdés, ugye Debrecennek már volt ezelőtt egy pár kvír uh, közössége. Uh, maga a cíviskoló az is egyébként, de erről majd egy kicsit később beszélek. A, a Debrecen Pride, Debrecen színei, most uh, talán ezek jutnak így hirtelen nyílben eszembe, meg hát ugye van Debrecenben a havi rendszerességgel egy dedikáltan meleg buli, de ők mondjuk nem kifejezetten közösség, de hogy teret nyújtanak a, a Debreceni kvír közösség tagjainak szórakozásra. És, de ezek a csoportok elsősorban nem erre a korosztályra céloztak, hanem egy Mondjuk, mondjuk azt, hogy a 2010-es évek elején közepén egyetemistákra, úgyhogy ők most már inkább a, inkább a 30-as évekbeli, 30-as, meg 30 feletti ö, emberekre, ők a, ők a célcsoportjuk elsősorban. Debrecenben ugye a gimisek szempontjából azért is nehéz a helyzet, mert ez a gyermekvédelmi törvény betiltotta, vagy hát szigorúan korlátozza azokat a szervezeteket, akik iskolákba járhatnak előadni, ami szerintem rengeteg gyereket foszt meg az információtól, mert annak ellenére, hogy ugye mondtam, hogy sokkal tudatosabb internet használó a Z generáció tagjai, mint akár mondjuk az Y generációnál voltak, hogyha valakiben eredendő az van, hogy ez egy rossz dolog, ez egy bűnös dolog, ő soha nem fog nyitottan hozzáállni a dolog, nyitottan hozzáállni a, akár a saját, vagy akár a társai ö, szexuális, vagy nem identitásához, ami eltér a heteronormatívtól ezért szerintem tőlük vették el a leg, legnagyobb, legtöbb lehetőséget ezzel az egésszel. Ennek ellenére mi most szeretnénk, a, mint szíviskoló, az egyre szélesebb közönség, közönség számára elérhető és ismert lenni. Elsősorban azért, hogy ha, ha valaki csak akár egy alkalomra, egy vagy két alkalomra tud eljönni, vagy nem akar konkrétan feladatokat vállalni, de szerintem már az a tény, hogy van egy ilyen megtartó, van egy ilyen biztonságos közeg Debrecen szemben, ahová ők bármikor eljöhetnek és részt vehetnek, szerintem már az egy kicsit segíthet rajtuk, segíthet azon, hogy önmagukat és a társaikat elfogadják. Igen. Köszi szépen, és még ehhez a témához kapcsolódva, hogy mit gondolsz a kormány gyermekvédelmének mondott népszavazásáról? Uh, a, erről egy tök jó ilyen civiskolózos álláspontot is tudok megosztani, mivel szeretnénk aktívan részt venni az ellen kampányában a népszavazásnak. Én azt gondolom, hogy egy bozasztó manipulatív kérdéssorozatot sikerült összeállítani, aminek semmilyen valóság alapja nincs gyakorlatilag, és jó hiszemű ember úgysem fog igennel szavazni rá. Itt nekünk nem is az a célunk egyébként, nem is az lesz a célunk elsősorban a érvénytelen kérdés ésre érvénytelen választ kampányunkkal, hogy az igenre szavazásra puzzítsuk az embereket, hanem az, hogy érvénytelenül szavazzanak, hiszen ez egy teljesen nonsens kérdés. Ö, azt gondolom, hogy ennek a népszavazásnak talán így gumicsont érzése is van, hiszen nyilván könnyebb megint kiválasztani egy, a társadalomnak egy kisebbségi csoportját, akik egyébként sem örvennek a túl sok elfogadásnak Magyarországon, meg az ilyen, akár azt is tudom mondani, hogy teljes posszovjet. Országokban, akár mondjuk nézzük Lengyelországot, és sokkal könnyebb egy ilyen csoport ellen felépíteni egy gyűlöletkampányt, mint mondjuk tényleges gazdasági kérdésekkel foglalkozni, meket hát nyilván elsősorban az, hogy szembe szembefordítsunk embereket egymással. Szerintem ez lehet a célja, ez egy kampányeszköz, az én véleményem szerint. Érthető. Az MNESTI-vel közösen itt terveztek esetleg, még valamit. Ezzel kapcsolatosan a kormánynak a gyermekvédelmi népszavazása kapcsán valami közös együttműködést? Uh, ugye egyrészt egyébként a szíviskola az már csatlakozott az amnesti nyilatkozatához, amiben több más szervezettel együtt elítélik a népszavazási kezdeményezést, és egyébként igen, tervezünk, még most konkrét uh, eszközöket, meg konkrét eseményeket nem osztok meg, viszont tervezünk együttműködést az amnestivel. Köszönöm szépen. Egy picit most más témákban is még beszélgetnénk veled. Volt-e már terben azzal kapcsolatosan, hogy esetleg külföldre költöztök? Ha igen, miért és hová? Merre mennétek? nem sokáig egyébként az volt, hogy én nem tudom, a középiskolás vagy akár már felső volt, vagy hát, hogy én külföldre költözök. Nyilván ez abban az időszakban volt itt a 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje, amikor ez egy abszolút elfogadható szinte az egyetlen ö, karrierút volt a, a fiatalok előtt, hogy leérettségizek és külföldi egyetemre menjek, vagy lediplomázok és elköltözök külföldre. Viszont ö, utána ez. Eltűnt ez a fajta késztetés. Talán, ugye, amikor mondtam, hogy így elindult ez az egész uh, igazságérzet, felelősségvállalás uh, téma bennem, és csatlakoztam ehhez az aktivizmushoz, meg ugye a politikai közélethez. Uh, talán akkor úgy egyfajta, igen, felelősségvállalás a legjobb szó rá, az, hogy, hogy nem szeretnék azért elmenni, hogy nekem jobb legyen, és mindenki mást itt hagyni uh, a nem annyira jóban. Uh, Kicsit egyébként emiatt ambivalens nekem sokszor a Momentum üzenete ez a hú, hát de mi hazajöttünk külföldre, mi vagyunk a megmentők, mert mi, hát mi feladtuk a kinti jó életünket, és hazajöttünk ide hozzátok. Szerintem ez egy, igen, elitista hozzáállás a, a közélethez, mert nem teheti meg mindenki a külföldre költözést. Sőt, valószínűleg az ország nagyobb része nem teheti meg azt, hogy egyik pillanatról a másikra felpakoljon és elköltözön külföldre. Így igazából szerintem mi sem tudnánk ezt megtenni, hogyha egyik napról a másikra úgy döntenénk, hogy na akkor én most innentől kezdve kint szeretnék lakni valahol. Ha viszont kiköltöznénk bárhova, az valószínűleg itt Észak-Európa valamelyik országa lenne, akár nem tudom, Hollandia, Norvégia, Finnország, ez a hármas. P picit itt a te illetve nálad marad, ugye nagyon sok mindenről beszéltünk most. Mikor van időd magadra itt a sok-sok tevékenység mellett? Mikor van időd családra, magatokra, akár megélni az anyaságodat? Alapvetőleg nagyon, igen, ez egy, ez, amit már korábban is említettem, ez egy nagyon hosszú tanulási út volt, ez a magamra időt szakítani, és a ne kelljen mindig mindenben ott lennem, minden lében kanálnak lennem. Ennek uh, részese volt az is, hogy miután Oliver megszületett, nekem a szorongásom és pánikrohamaim jelentkeztek. Már korábban is voltak egyébként, de akkor nagyon, nagyon nagyon rossz volt. És ezért elkezdtem pszichológushoz járni, és az ő segítségével uh, ledolgozni ezt a fajta szorongást, vagy legalábbis menedzselhetővé tenni. Uh, azóta is járok egyébként hozzá egy nagyon aranyos nőhöz, és uh, igazából azok a heti találkozók is például nyilván 100%-ban rólam, saját magamról szólnak. Saját magamra még úgy is van időm, hogy dolgozok de csak napi 5 órában, tehát amikor van a napi 5 órában, és még a délután négy előtt, vagy amikor nem kell Olivierért, akkor van, vannak óráim magamra, és általában ezt inkább a, nem az aktív pihenéssel töltöm, hanem a passzív pihenéssel, de nyilván, amikor lehetőségem van rá, akkor szeretek mondjuk eljárni fotózni erről, ugye már a Debreciner korábban tudósított. Így az anyaságomról, meg a családdal töltött időről is igazából uh, szintén rájuk is, vagy hát így is tudunk időt szakítani egymásra. Most a karanténban otthon töltött bő egy hét, az egy nagyon intenzív családdal egy töl, együtt töltött idő volt például de főleg a hétvégék, tehát a, a hétvégék, annastól kezdve, hogy péntek este mondjuk lemegy a cíviskolózós találkozó, annastól kezdve, hétfő reggelig ö, nem igazán foglalkozom, ha csak nincs valami elképesztően nagy vészhelyzet, akkor nem szoktam úgymond munkával foglalkozni, legyen ez mondjuk ez a civil szervezeti munka is, vagy közösségszervezői munka, és akkor nem töltök ezzel időt egyáltalán. Illetve megint nagyon szépen ráéreztél egyébként a következő kérdésünkre is. Ugye te is említetted, hogy készítettünk veled korábban egy interjút a fotózásoddal kapcsolatban, hogy ugye mesélted akkor, hogy elsősorban ezt hobbiként éled meg, de arról is volt szó, hogy későbbiekben akár kiállítást is szeretnél -e ezekből a képekből szervezni, illetve más jellegű fotókat készíteni, mint addig, hogy etéren hogy állsz, vagy mik a tervek, vagy vagy e még ezzel, vagy fotózol e még és foglalkozol e még ezzel? É, igen, egyébként most már sokkal, hogy mondjam, kevesebb aktív időm van rá, Uh, elsősorban azért, mert egy-egy ilyen fotózás, egyébként maga az aktív rész is egy bő, hát kettő-három kettő órát felvesz az ember idejéből, és egy uh, fú elképesztően mentálisan, egy elképesztően megterhelő uh, dolog azt a három órát aktívan végig dolgozni. És utána az utómunka is nagyon-nagyon sok idő, meg nagyon-nagyon sok belefektetett energia, tehát hogy kevesebb időm van rá, de egyébként vannak terveim így kifejezetten most majd tavaszra, amikor már vállalható időjárás lesz uh, egy pár a kifejezett ilyen fotózási tervem. Alapvetőleg uh, így, mikor szabadidőm van, vagy idő engedi, akkor telefonnal is szeretek fotózni ezt is Instagramon szoktam megosztani. Kicsit benne van az is amúgy, hogy a közösségi médiában való fotó megosztás amúgy egy, egy elég érdekes dolog, mert nyilván nem az embert nem feltétlenül a tehetsége vagy a képek minősége alapján ítélik meg. Ez mondjuk, hogyha valaki tényleg professzionálisan akar ezzel foglalkozni, szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz falat, amit le kell nyelni, hogy nem biztos, hogy az ember egyből átütő sikereket fog Elérném. Alapvetőleg a kiállítás kapcsán, ö, amúgy eddig teljesen el is feledkeztem róla, hogy én akartam ilyet, hogy ezt így őszintén megváljam, de egyébként ö, akár egy tehát hogy akár amúgy, hogyha lesz rá lehetőségem, vagy lesz rá ö, alkalom, akkor szívesen foglalkoznék, vagy szívesen csinálnék egy kiállítást is, ugye, a, főleg a portréfotóimból. Ebben inkább az van benne, hogy én aktívan nem keresem ezeket a lehetőségeket, de mondjuk, hogyha egy pont jól, jól irányzott Facebook hirdetés szembe jön velem, akkor viszont érdekel, és utána fogok nézni, de most proaktívan nem igazán van erre időm. Itt reméljük azért a későbbiekben még lesz, és tudunk erről is még majd beszélgetni Bízunk akár. Szóval szeretnénk megköszönni, háló, hogy eljöttél és beszélgettél velünk, illetve a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt az adást. Könnyűhálla aktivistával beszélgettünk, Budai Péter a Debreciner újságírójának társaságában. Ezt a podcast adást a Debreciner stábja készítette. A folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, fizessenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. Köszönjük, hogy a Debreciner podcastját hallgatták a Viszonthallásra. Viszonthallásra. Sziasztok! Viszonthallásra. Sziasztok!